Ma van az ősz első napja, ez mondjuk az időjáráson nem fog látszódni, legfeljebb a gyerekeink hangulatán. Jó reggelt kívánok, szeptember 1-én köszöntöm Önöket. Hát földügyekről fogunk Bitay Mártonnal beszélni. Ő az államtitkára annak a kérdéskörnek, amely az állami földek bonyolult és sokszor vitatott kérdésköre. Jó reggelt kívánok, Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Azt olvasom, hogy az állami földek privatizációjára nincs felhatalmazása a kormánynak, és törvénysértő a földforgalmi törvény alapján. Mit gondol erről? Ugye hát múlt héten jelentette be Lázár János, hogy állami földeket fognak eladni, de hát ezt lehetett már korábban is sejteni, hallani. A helyzet alapvetően az, hogy szerintem itt egy jogértelmezési vitáról van szó. Megítélésem szerint nem is lehet kétséges az, hogy mire van felhatalmazása a kormánynak, illetőleg mire nincsen. Nemzeti földalapról szóló kétharmados törvény világosan fogalmaz, de hozzátenném azt is, hogy például 2014. január 1-je óta több mint 3000 birtoktestet értékesítettünk. Ezek jellemzően 3 hektár alatti kisméretű területek. Akkor felteszem a kérdést, hogy vajon az nem volt-e törvénysértő, hogy ezeket értékesítette az állam. Szerintem ez egy felesleges vita. Nyilván megvan a kormánynak a felhatalmazása arra az országgyűlés, illetőleg a törvények kapcsán, hogy az állami vagyonnal felelősen gazdálkodik. Hát felesleges vita vagy sem, de úgy szól a földforgalmi törvény, hogy arra van a kormánynak jogosítványa, hogy megműveltesse, azon mintagazdaságokat hozzon létre, az önkormányzatoknak szociális célokra átadja, elcserélje, vagy kisebb területeket kiegészítésként eladjon. Azért ez nem egészen ugyanaz, mint amire önök most készülnek. Ez a földforgalmi törvény, igen, de van hál' Istennek egy nemzeti földalapról szóló törvény is, ami szintén egy kétharmados jogszabály, ami pedig ennek pandantja, csak ezt kiegészítve fogalmazza meg, hogy hogyan lehet 3 hektár alatt, vagy akár 3 hektár fölött értékesíteni állami földterületeket. Tehát az egyik törvény talán kioltja a másik hatáját? Nem, a kettő, pont nem azt mondtam, mert ez hogy felülírja, mert ez egy érdekes pont ezért mondtam, hogy nem a felülírás szót használtam, a kettő kiegészíti egymást. Egyébként az állami földvagyonnal kapcsolatos jogszabály vonatkozásában természetesen az állami földvagyonról szóló NFA törvény az adott esetben fogalmaz meg különbségeket a földforgalmi törvényhez képest, de ezt nem nevezném felülírja vagy aláfölé rendeltségi viszonynak, inkább ez kiegészítő szabályozás. Azért érdemes jogász, mert az, amit most én itt idéztem, azt nem én találom ki, hanem a Fidesz országgyűlési képviselője Tuli Kovács Béla, aki egy körlevélben a saját kisgazda köreit ilyen módon tájékoztatta. Tehát a Fidesz padsorából... De akkor ezt tőle kellene megkérdezni, hát, hogy miért gondolja persze, ezt így? Amikor egy fideszes országgyűlési képviselő is úgy gondolja, hogy törvénytelenségre készül az ő kormánya, azért ez egy furcsa helyzet. Én nem vagyok abban biztos, hogy nálunk van a bölcsekköve, attól még, hogy valaki fideszes, nem biztos, hogy mindent kiválóan ismer és tud. Ez a jogszabály, ez adott, de én pedig nem vagyok azért alkotmányjogász, tehát azért gondolom, hogy talán inkább beszéljünk a tartalmáról ennek a kormányzati intézkedésről. Hogyan zsugorodik a terület? Ugye volt 400 ezer, aztán lett 380 ezer, most arról lehet hallani, hogy 300 ezer hektár az a mennyiség, amit a kormány el akar adni. Ha megengedi szerkesztő úr, akkor egy pillanatra egy kicsit tágabb kontextusba helyezném a dolgot, hogy ugye legyen viszonyítási alapunk, hogy mégis miről beszélünk, mert így egy ilyen szám nagyon soknak tűnik. Ami egyébként nem is kevés, tehát nem azt akarom mondani, hogy itt kevés földterületről van szó, hanem ha mondjuk azt nézzük, hogy 6 millió hektár mezőgazdasági művelési ágú termőföld van Magyarországon, ebből nagyjából 10% az, amit az állam tulajdonol, 90%-ban most is a magángazdák kezében van a magyar termőföld. Tehát, 600 ezer? Nagyjából 600 ezer hektár, és ebből a 600 ezer hektárból... Tehát a felét adják el most. Körülbelül a feléről beszélünk, így van. Nem bizonytalanság, nem szándék bizonytalanság van, vagy nem statisztikai bizonytalanság van a számok között, hanem nyilván a kormány ezt a feladatot a Földművelésügyi Minisztériumnak kiszabta. Ezt nekünk is pontosan végig kell nézni, hogy melyek azok a területek. Mondok egy példát, mondjuk, ami állami tulajdonban van, szántóföld, mert itt most ezekről beszélünk, de mondjuk egy szakiskola kezeli vagyonkezelésben. Azt nyilván nem tudjuk és nem is akarjuk értékesíteni, tehát azt pontosan meg kell nézni, hogy miről beszélünk. De beszélünk itt a 2010 előtt
használatba adott földterületekről, beleértve mondjuk a állami gazdaságok, korábbi állami gazdaságoknak a földterületeit is, és beszélünk a 2010 után is bérbeadott területekről, nagyjából fele-fele arányban oszlik meg, körülbelül a most nyilvános árverésen, liciten kibocsájtott földterületeknek a fele az, amit 2010 előtt adtak haszonbérbe, a másik fele pedig körülbelül az, amit 2010 óta került haszonbérbe. Idézhetem még Turika Vesbélet, vagy idegesítem csak vele? Engem nem idegesít. Nagyon azt jobban vagyok mondja, Béla bátyámmal, úgyhogy nyugodtan, akkor ezt szívesen hallgatom. Mert hogy ugyanis azt mondja, hogy folyamatosan bombázzák a földművelési társzat információkért, ám hiába, viszont, és akkor most szó szerint idézem, hogy az ő levele szól, a minimális cél most az, hogy lehetőleg megakadályozzuk a további föld és vagyon koncentrációt, és a termőföldek valóban a kis és középbirtok erősítését szolgálják. Nem egészen biztos ebben, mondjuk az Ánya jelentéseket olvasva senki nem lehet ebben az. Na, akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba ebben a kérdésben. Egyrésztről nyilván én nem akarom Turi Kovács képviselő úrnak a véleményét überelni, amit ő mond, azt tőle kell megkérdezni, hogy miért teszi. Szerintem abban önmagában olyan ördöngőség, pláne kisgazda szemüvegen keresztül nézve a világot, hogy az állam a most meghirdetésre, licitre kerülő területek egyébként 50 ezer helyrajzi szám, abból 41 ezer helyrajzi szám 10 hektár alatti terület. Azt én így most első hallásra nem tudom megérteni, hogy azzal mi a probléma speciál pont egy kis gazdának, hogy a 10 hektár alatti területeket, még egyszer, az 50 ezer helyrajzi számból 41 ezer helyrajzi szám, az 10 hektár alatti, arra azt mondjuk a helyben lakó földműveseknek, hogy parancsoljatok, vásároljátok meg, ne legyen vita, ne az legyen, hogy pályázat van, valaki pontoz, valaki bírál, hanem a földforgalmi törvény szabályai szerint helyi liciten, aki a legtöbb pénzt kínálja azért a területért, az megvásárolhatja. Hány ilyen területet vásárolt meg a helyi liciten valaki? A földforgalmi törvény pontosan szabályozza azt, hogy egy természetes személynek, itt csak egy zárójelet teszek, ugye jogi személy nem is vásárolhat termőföldet Magyarországon, egy természetes személynek maximum 300 hektár tulajdona lehet. Tehát ha mondjuk önnek van 250 hektár tulajdona, akkor akár most ezen a liciten az államtól, akár bárki mástól már csak 50 hektár tud vásárolni. Ezt a földhivatalok nézik, van egy összeszámítási rendszer, és az alapján rögtön jelzik önnek, ha túllépni ezt a limitet, hogy akkor mi a helyzet, melyikről kíván lemondani, mert azt már nem tudja a nevére venni, hiszen a maximum birtokkorlát az tiltja azt, hogy önnek több legyen a tulajdonában. Turi Kovács Béla, a fazekas minisztertől próbál információkat kapni, a Népszabadság ennél messzebb jutott, mert kapott, nem tudom, találkozott azzal az interjúval, amit természetesen fazekas miniszter adott, amelyből kiderül, hogy Mészáros Lőrinc helyben lakó földművesnek számít a miniszter szemében. Hát valóban, hát ő egy gázszerelő, helyben lakó gázszerelő, irgalmatlan mennyiségű földekkel rendelkezve. Ő például indulhat? Szívesen megvitatom önnel ezt a kérdést, és pláne, hogy kérdezte nekem, meg az a feladatom, hogy válaszoljak, de van még 102 ezer másik földműves is Magyarországon, aki vásárolhat termőföldet. Igen, csak azért hogy ki a vannak ennek a rendszernek de bocsánat, csak azért fontos, hogy ki hogy a föld privatizáció zajlott az elmúlt időszakban Magyarországon. Tehát ugye nem zajlott hozza, mindenki hozza a bérleti jogot szerzett miskolci műkörmös történetét. Ez egy aki ilyen aranykalászos gazda. És ugye azért volt műkörmös, mint utóbb kiderült, mert nem volt földje, amint gazdálkodott. A műkörmös, hogy mint aranykalászos gazda 20 évesen, aki soha életében nem látott közelről birkát, viszont legeltetni ígért. Szerkesztő, hadd kérdezzem meg, hogy ön vidéken lakik inkább, vagy a fővárosban? Én fővárosi vagyok. Na, én vidéken lakom, ma is vidékre jöttem. Én Inácson lakom, Pest megyében. És műveli a földet? Nekem nincsen sajnos földem. Hát akkor egyformák vagyunk közülben. Hát azért van kettőnk között valami különbség. Egyrésztről abban, hogy a vidéki kérdést, hogy tehát amit említett ön, hogy 20 éves, és akkor most egyáltalán hogy kerülhető föld közelébe? Ha jól értettem, valami nem, ilyesmi az volt hangulata az volt a kérdésének. Nem, az volt a és azt lényege, feltételezte, hogy 20 éves, évesen nem is tud műkörmös, hogyan szerzett az Alföldön magának. Na de miért földet nem kérdezi meg a többi 7500 nyertesre, mert hogy ők hogy ez szereztek az, földet? De egyébként, hogyha az ember Ángyán professzorval, hány vagy Győgös képviselő úrral, akkor rengeteg ilyen anyag van, hiszen na de akkor beszéljünk erről. Mondjon nekem, legyen kedves
szerkesztő úr egy számot. Nem olvasta az Angyal jelentést? Egyiket sem a hatban? Mondjon nekem, legyen kedves egy számot, úgy körülbelül, de természetesen elolvasom. Hát akkor nem tudja ezeket. Tehát akkor mondjon nekem, legyen kedves egy számot, hogy hány esetben érzi úgy, amit látott a felsorolt képviselő uraktól is, hogy körülbelül hány darab olyan eset van, ami kritikával illethető. Hát ha jól tudom, ezt nem nekem kell most megítélni, hanem a BRFK-nak, amelyik nyomozást indított, és utána feljelentés kiegészítést kért, csak csupán az élő láncért Magyarországtól. Ha konkrét tényekről beszélünk, akkor legyen kedves, mondjon nekem egy számot, hogy hány esetben látja ön úgy, vagy hallotta úgy, ha most ezt így összeadja, hogy probléma merült föl számtalan a pályázaton. Számtalan esetben például a Hortobágyi Nemzeti Parkban zajlott események, a matematikus is lett. Miközben ez a matematikának? Hát miért számokat? Egy szám, emberekről nem és földvagyarról van szó. Helyes, nem számokat. De ő azt állította, hogy komoly problémák merültek fel a földet a gazdák programban. Én azt szeretném kérni öntől, hogy legyen kedves, akkor mondja meg, hogy hány esetben érzi úgy azt, hogy probléma merült fel a földet a gazdák nem programban. Nem tudom hány esetben, tekintett arra, hogy nem vagyok sem ügyész, sem nyomozó, és most ezzel ők foglalkoznak. Nem foglalkoznak ezzel ők, van néhány eset, amiben... Csáfolja, hogy az Érő Lesz Magyarország egy feljelentését befogadta a BRFK, és feljelentés kiegészítést kért. Van néhány az eset. Az Ágyán 6-os jelentés. Csáfolja ön azt, hogy van olyan jogerősítélet, ami megállapította volna, hogy bármilyen törvénysértés történt a Földet a gazdáknak programban? Én ezt nem cáfolom, ön biztos jobban tudja, hogy van egy ilyen jogerős. Köszönöm szépen, mert ilyen jogerős döntés még nincs. De ön azt mondta, hogy cáfoljam ezt meg, én nem cáfolom meg, ön azt mondta, hogy van. Csak beszélgetünk arról a helyzetről, amiben látom, hogy próbálunk belemenni. Sajnálom, hogy már arra nem jut majd vélhetően idő, hogy miről szól ez a program. Azért, mert engem próbál sarokba szorítani, ahelyett, hogy a lényegről beszélgetnénk. Arról tehát beszélünk, amit kérdezkedni szerkesztő. Engem sarokba szorítani az azért nem fontos, azt gondolom. De én nem is akarom mert azok az emberek, sarokba szorítani, amit mondjam, kérdez. Hadd mondjam végig. Amit kérdez, arra válaszolok. Megengedél végig, mondjam. Amennyiben tudunk ebben a kérdésben tovább haladni, azt szerintem jó szeretnék tenni a kedves tovább haladni, így van, szeretnék na, tovább haladni, megengedi? Akkor haladjunk tovább ezen köszönöm az úton. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ha van egy ilyen eset, az sok. Ha van sok ilyen eset, az még több. Egyet hogyha a teljes ellenzék a földügyekkel foglalkozó képviselői sorozatban évek óta sorolják azokat az ügyeket, ahol semmivel nem stimmel. Amikor Gőgös képviselő ide leül, és sorban mondja azokat a történeteket, ahol legeltetést ígértek, és egyetlen állat sincs. Amikor az ügyészség megtalálja azt, hogy miért, miközben Magyarországon nem lehet mondani, hogy az ügyészség sorra indítja az ellenzéki feljelentések nyomán az eljárásokat, megtalálja, hogy miért kér kiegészítést a feljelentéshez. Amikor Ágyán professzor, aki fideszes országgyűlési képviselő volt, azért adja vissza a jogosítványát mondván, hogy nem ért egyet azzal, ami történik. Amikor Turi Kovács Béla, a Fidesz padsoraiban ülő egykori kisgazda képviselő arra figyelmeztet, hogy disznóság zajlik ebben a mostani privatizációs hullámban, akkor azt gondolom, nem velem kell veszekedni, hanem válaszolni a kérdésekre, de lehet, hogy én ezt rosszul gondolom, államtitkár úr. Én arra a kérdésre igyekszem válaszolni, amit ön feltesz, kedves szerkesztő. A kérdésem pedig úgy hangzik... Engem behívtak a kérdésem ide, ami... Hát akkor válaszoljon a kérdésemre. A kérdésem úgy hangzik, hogy ezt a számtalan sok esetet, amit sorolnak azok, nem akik értenek meg, hozzá, ezeket az eseteket hogy fogják kiküszöbölni most ebben a privatizációs hullámban? Erre próbáltam válaszkapni a Mészáros Lőrinc féle példával. De nem ezt kérdezte. Tehát lehet, hogy erre próbált választ kapni, csak nem ezt kérdezte, mert a földet a gazdáknak... Azt kérdeztem, hogy Mészáros Lőrinc helyben lakó gazda-e, miközben földműves-e, hogy ez pontosan hangzik, miközben egyébként gázszerelőként ismerjük. És hogy ennek mi a kritériuma. Ezt próbáltam minek, megtudni, hogy valaki annak számít-e. Ezt egy jogszabály határozza meg, hogy ki számít földművesnek Magyarországon. Van erről egy rendelet, ami pontosan felsorolja azt, hogy milyen végzettséggel, vagy adott esetben milyen jelenlegi munkavégzéssel számít valaki földművesnek. Akkor a műkörmös mégis lehet földműves. Amennyiben aranykalászos gazda, vagy esetleg mezőgazdasági technikus, vagy mondjuk agrármérnök, akkor természetesen lehet földműves. Érdekes ország lett ez. Az mennyiben fontos, hogy érdekes, hol lakom, hogy valaki ahhoz mondjuk képest, agrármérnök, vagy mezőgazdasági képest, technikus, vagy aranykalászos gazda, az miért különleges, vagy miért furcsa ország önnek? Miért fontos, hogy én hol lakom? Nekem nem fontos, hogy ön hol ezt lakik, ott lakik, ahol szeretne lakni. Ez így van. Miért kérdezte, hogy hol lakom?
Azért, mert arról kezdtünk beszélgetni. Hiszen így kezdődött a mi vitánk, igen? Nem teljesen így kezdődött a vitánk. Azért kérdeztem ezt öntől, mert amikor feltette nekem azt a kérdést, hogy az hogy létezik, hogy valaki mondjuk műkörmösként nyer, és én válaszoltam erre, hogy aranykalászos gazda, akkor próbáltam arra rávilágítani, hogy azért a vidéki élet az nem annyira egyszerű. Nagyon sokan próbálnak meg a földből megélni Magyarországon, és akinek sokan van hozzá a földje. Tiltakoztak a bérbeadások nyomán, hogy nem tudnak megélni, mert elzárják őket a lehetőséget. Szerkesztő úr, önnek ebben igaza van, hát ha mondjuk azt veszem, hogy 35 ezeren pályáztak, és 7500-an nyertek, akkor nyilván könnyű egy egyszerű számtani művelettel kiszámolni, hogy hányan lesznek olyanok, akik biztosan nem örülnek a végeredménynek a földet a gazdáknak programban. De ha mondjuk azt veszem, hogy 2015 600-an használták a területeket, 2014-re meg 7500-an, akkor abból viszont jól látni, hogy nyilván nem tudtunk annyi igényt kielégíteni, mint amennyi igény egyébként az állami földek használatával kapcsolatosan felmerült, de azért mégiscsak 10-szer többen használják a területeket. Ennek nyilván számos vita elemét tartalmaz, és én csak azért próbáltam megkérdezni öntől, hogy mégis mennyi az, amit ön úgy érez, hogy problémás de eset. De mindegy, hogy én mennyit érzek úgy. Tehát de bocsánat, még egyszer, nem mindegy, az a fontos, mert itt van egy hogy egy szám, újságíró, aki néhány... kérdez, az hányat érez rossznak, akkor, amikor vannak azok, van... akik értenek hozzá, és sorolják, hogy mennyi minden rossz. Én bátorkodtam azt feltételezni, hogy valóban nem ön számolt össze egyesével, hogy hol van probléma, hanem esetleg, amit említett is, hogy figyelte a képviselőknek a hozzászólásait. És össze kellett volna adnom a mostani beszélgetés előtt? Hát miután a Földet a gazdáknak programról kérdez, nem arról, hogy hogyan tudunk most a családi gazdaságoknak állami földet tulajdonba adni, így valóban érdemes, hogyha előtte átnézzük ezeket a számokat. És én azért próbáltam... Azért próbáltam öntől önnek kérdezni. Önnek dolga tudni, hány ilyen szám van az ángyeljelentésben. Nekem az, bocsánat, csak tisztázunk valamit, szerkesztő, nekem az nem dolgom, hogy azt pontosan tudjam, hogy ki mit mond a Földet a gazdáknak programról. Nekem az a dolgom, hogy azt tudjam, hogy mi történik a Földet a gazdáknak programról. A kettő gondolom, között éles különbség. Gondolom dolga megvizsgálni azt, hogyha volt fideszes országgyűlési képviselő jelentésekben összegzi sorra azt, hogy mennyi disznóság történt, azokat megnézze, hogy disznóság-e. A helyben lakó földművesek földhöz jussanak az állami föld vagyonból. A törvényesség felügyelete az semmilyen szinten nem dolga? Milyen törvényesség hát, felügyelete? Hát ugye Ángyel professzor arról beszél, hogy ezek a programok, ezek alapvetően semmi másra nem szólnak, csak a disznóságról. Ezért próbáltam mondani a vita generálása nélkül, hogy mondjuk ha összeadjuk nagyjából azokat a területeket, ahol kritika merül föl, Én elvégeztem ezt az összeadást. Nehéz, mert mindig változik, tehát azért pontosan nem tudom önnek megmondani, de körülbelül van 100 birtoktest, ha jól figyeltem, ahol kritika merül föl. Ebbe beletartozik a Műkörmös, beletartozik Mészáros Lőrinc, beletartoznak azok az esetek. Fejér megye, Veszprém megye, Hortobágy. Beletartoznak azok az esetek, amelyeket hallottunk, de akkor ezek szerint ön is tudja, hogy melyek ezek az esetek. Én ne tudnám. Rendben, csak az előbb azt mondta, hogy nem tudja pontosan, hogy számszerűen nem hány ilyen eset volt. De így is, ezek így is. Hát mivel nem lehet tudni, mert folyamatosan változik ezeknek, de nagyságrendet azért tudunk, mint hogy ön is tudott mondani néhány példát megyékre lebontva, én meg tudok bírni. Ja, hát így persze tudom, de nem adtam össze, nem haragszik, de majd legközelebb össze. Nem haragszom. Szóval ezeket nem kellett megvizsgálni, hogy ezek azt rendben vannak-e? Azt egyébként könnyen fel lehet kutatni, hogy hol összpontosulnak ezek a problémák. Nagyjából addig el is ez a 100 darab. Megnézte hogy ezek rendben van-e minden? Akkor hadd fejezem be én is, ha megengedi nekem. Ez a 100 darab aránylik a 7500-hoz. És nem akkor, sok? És akkor itt szerettem volna mondani már az elején, hogy nekem egy is sok. Hát elhiheti nekem államtitkárként komoly problémát és energiát és időt. Róla? De ő nem kérdezett, kedves szerkesztő, hanem idézett különféle képviselőktől, akik azt állították, hogy rossz ez egy a program. Egy képviselőtől idéztem, nem, akkor mert Gőgös Zoltánt említette, Ányel Józsefet említette, Túri Kovács Béla barátunkat. Említettem, de nem idéztem, egy képviselőtől idéztem, szó szerint, ő a Fidesz országgyűlési képviselője, Túri Kovács Béla, illetve azt mondtam, hogy Gőgös Zoltánt és Ángyel Józsefet, ha megkérdezi, ők hosszan fogják sorolni. Nekem egyetlen egy is sok természetesen. No. Nekem nem öröm az, hogy arról kell nyilatkoznom, vagy beszélnünk, hogy egyáltalán előfordulhat-e. De tegyük hozzá, a 100 esetből, 100 birtoktestből, ahol felmerült probléma, ott egyébként most nagyjából próbálom a fejembe felidézni, hogy hány helyen van bármilyen jogi eljárás, ami még hátra van, körülbelül 10-12 ilyen helyet tudok önnek mondani. A jogi eljárás alatt most mit ért?
direkt nem akartam konkrétabban fogalmazni, tehát ahol bármilyen olyan eljárás van, ahol ügyészség, bíróság, vagy akár jogászok vitatkoznak a szerződés tartalmával kapcsolatosan. Azért én ezt nem érzem egy olyan rendkívül rossz számnak, hogy van 7500 nyertes, sikerült megtízszerezni az állami földet használókat, és van körülbelül egy tucat olyan eset, ahol majd meglátjuk, hogy milyen ítélet fog születni. Még egyszer szeretném azt mondani, nekem egy is sok, egyetlen egynek sem örülök, hogyha bárhol hiba történt, Isten őrizzen valami tudatos rontás. Azzal de kezdtük, még nem azt azzal jelenti, kezdtük, hogy mire készül ez a program. A kormány rossz. Azt mondja az országgyűlési képviselők, hogy az törvénytelen, azt mondja ön, hogy az biztosan törvényes. Én azt állítom, hogy a kis és közepes gazdaságok gazdagodnak általa? Hát nézze, miután a 50 ezer helyrajzi számból 41 ezer 10 hektár alatti, már önmagában azért az érdeklődést korlátozza, hogy ki fog erre pályázni. Miután a helyben lakó az egy alapvető feltétele, a földforgalmi törvény szerint feltétele az az, hogy 3 éve az adott településen lakjon és gazdálkodjon az illető. Ebből kifolyólag megint csak elég nehezen tudnának az ország bármely pontjáról erre a földre akár csak licitálni is azok, akik mondjuk szeretnének földeket felvásárolni. Ha mondjuk azt veszem alapul, hogy... Ez korábban gyakorlat volt? Micsoda? Hát, hogy az ország más részeiről próbáltak licitálni. Hát amíg a földforgalmi törvényt nem fogadta el az országgyűlés, és nem került bele a kétharmados törvényben, hogy csak helyben lakó földműves vásárolhat Magyarországon termőföldet. Nem így direkt így van benne, de a szabályrendszer alapján erre a következtetése jut minden vásárlás esetén a földhivatal is. Azelőtt természetesen, hát máskülönben nem is alakulhattak volna ki néhány tucat olyan nagybirtok, ami egyébként nem feltétlenül koncentráltan egy településhez köthető. Na jó, szerintem ezt folytassuk majd matek nélkül. De ettől még nyilván amire figyelni kérdez, fogok. Hát arra nem nagyon szeretett válaszolni, de nem baj. Nagyon jó újságírói záró mondat. Köszönöm szépen, egyébként. Én is köszönöm a lehetőséget.